Immár második éve nem csupán az otthonunkban, hanem a klapkatéri találkozásokon is megélhetjük az adventi időszakot. A kezdeményezés, melyet a ma már a Villa Camarum polgári társulásba tömörülő komáromi önkéntesek indítottak útjára, advent második vasárnapján is folytatódott. A közös alkalom, melyre a néhány szkeptikus ember megjegyzéseit leszámítva, a csodaszép adventi koszorúnál került sor ismét felemelő volt. Ez a koszorú díszítése, ez arról szól, hogy mindenkinek Komáromba, mindenki beletegye a szívét, a lelkét, hozzon valami sajátosat, ami az övé. És akkor minden egyes alkalommal, mikor ide jön és felgyújtjuk a gyertyát, megnézi, hogy ott van-e még az ő dísze, vagy esetleg a gömbje, vagy amit ő hozott. Ez nem arról szól, hogy csináljunk egy olyan koszorút, ami színbe, vagy a mai trendnek megfelelő. Ez a koszorú készítése, ez arról szól, hogy mindenkit megérítsen. Közösen építsünk fel egy koszorút. Otthon mindenki olyat készít, amilyen ő neki megfelel. Itt nekünk ez a koszorú készítése nem arról szól. Arról szól, hogy mindenki közösen építsen egy nagyot és alkosson. Ezt láthassuk a mai második gyertyagyújtásnál, hogy körülbelül olyan 300-400 ember itt van a Mikuláson, és a gyertyagyújtás szintén megvártak. A vasárnap egyben Mikulás nap is volt, így hát a nagyszokálló is eljött, hogy a finomságok mellett vidámsággal is megörvendeztesse az ünnepre készülő embereket. Egy minimanó és egy varázslatos ördög kísérte, akitől viszont a legszófogadatlanabb gyermekeknek sem kellett félniük. Ki volt rossz, ki volt rossz? Éjmélyből fölzengő, csinglingling, száncsengő. Száncsengő, csinglingling, télöblén halkanding. Ez komoly volt, ez megérdemel egy. Kapsz egy tollat is, Éva Polka, és tessék! Hihetetlenül jól éreztem magam, és nem csak a magam nevében mondom, hanem a Mikulás nevében is. Nagyon csodálkoztunk, hogy ennyien eljöttek, nagyon jó érzés volt, hogy ilyen sok gyerek nem fért tőlünk, és mesélt nekünk valamit, szavaltak, énekeltek. Nagyon jó érzés volt, hogy itt lehettünk. Bolizme oszloveni, abizme pripravili nyanki program pri gyici. Felkértek, hogy készítsük programot a gyerekeknek Mikulás napra, ami jó, hiszen vasárnapra esett, így a családok együtt eljöhettek. Összejött az önkéntesek népes csoportja is, akik kiváló műsorral gondoskodtak a gyerekeknek és szüleiknek. Volt különféle játék, tánc, legalább felmelegettünk, sőt, ma még az esőt is sikerült elüldöznünk. Az akció az önkéntességre épült, hogy a komáromi családoknak szép napjuk legyen, és a gyerekek találkozhassanak egy mesebeli Mikulással, és ez sikerült is. Találkoztak vele, aki fényt hozott az életükbe, mosolyt csalt az arcukra, édességgel lepte meg őket, és úgy vélem, örömtelibb Mikulás nap volt a mai. Nagyon elégedett vagyok, valamennyi az akcióban résztvevő animátorral együtt. Bár már este van, de még mindig sok ember van itt, tele van a tér mosolygós emberekkel, sikeres volt ez a rendezvény. A fiatal animátorok, akik november eleje óta immár polgári társulásként tevékenykednek és szerveznek különféle találkozókat, pikniket vagy gyerektábort, ügyesen helytáltak a Mikulás napi délutánon. Célunk arra ösztönözni a gyerekeket, hogy teljes életet éljenek családjukkal együtt, és hogy másokat is erre buzdítsanak, buzdítsunk, legyenek részesei a város életének, az itteni történéseknek, a gyerekek pedig a szórakozás mellett valami hasznosat is tanuljanak. A második adventi gyertya meggyújtása előtt a kantantína női énekkor énekelt.